Sziasztok! Én Batman vagyok. És a mai videóban... De... Újra építkezni fogunk. Na. Akkor ugyebár... Mondtam, hogy a kommentek közül fogok választani. Ez miért nem maradt meg? Na mindegy. Fizsik az eső írtók lesz. Akkor az egyik kommentelő kérte, hogy építsek egy autót. Hát mondta, hogy oké, holnapra meg is lesz, és akkor holnap van. Azt mondom nektek, hogy ez nem egy működő autó lesz. Én nem értek a command blokkokhoz. Csak így megépítjük, aztán majd szóval lesz egy nem működő gépes autónk. Nyilván most én nem egy McLaren-t fogok építeni, hanem csak egy sima kocsit. Ugyebár így néz ki a két kerek. Van csak ez egy forma. Aha, egy fel van, is oké. Na, akkor ezt elhúzzuk, ameddig akarjátok. Mi nagy autózok, akartok építeni ekkoráig, hogy kicsit akkor meg csak. Nagy autót akart, akkor hát ennek a négy szélesét húzzátok meg, hogyha meg kicsit, akkor meg ennyi is elég. Na. Ja, de a belsője az... A fekete gyapjúból kell, hogy legyen. Szóval az ugyanaz, mint a fekete tégra, de a fekete gyapjú. Jó? Csak már használok egy botpacket. Ez nem mond pedig, ez egy textúra. Akkor ide szépen megépítjük a sárvédőt. Ide a másik oldalra is. Hát igen, egyébként a pusztam. Hátulra is építünk sárvédőt. Na, és hogyha ez megvan, akkor jöjjön egy külüpcsöt. Ez a külüpcső illik a legjobban, és akkor így fel lehet menni. És ezt a másik oldalon is csináljuk. Na. Egy kicsit hosszabbíthatjuk, mert ez egy kombi lesz.
kombikocsi. Tudom, hogy nagyon szoktak kinézni a kombik, de ez engem nem érdekel. Na, akkor. Veszünk elő tök minden milyen gyapjút. Én most kékből fogom megépíteni. És először mencsenek az ajtókártat belőle. Ugye bármivel, hogy így megfelelőszként, blokk magas, így egy ilyen ajtókereket. Ajtókereket. Az ajtókereket. Ajtókeretet kell megcsinálni. Na. Nem tudok már beszélni. Egyébként erre, figyeljétek oda, hogy itt majd legyen vagy üveg. Ilyen üveg. Üvegtábla. Vagy ezzel, mivel hogy így ugyebár kiláttok kocsidokon. És nem van, hogy semmit kell nézni. Na, aztán mindenhol meg vastagítjuk egy blokkal. Mely itt a sárvédőn is. Igen, ez egy eléggé érdekes kocsi lesz. De hát, ezzel járunk. Na akkor most a csomagtartónak a részét fogjuk megcsinálni. De hát ide kell húzni egy ilyen nagyfot. Na. És akkor veszünk elő tengeri lámpást, nem, nem tengeri lámpást, vöröskő lámpát. Nem, nem vöröskő lámpát, de azt. Nem. Tengeri lámpást, nem. És akkor a tengeri lámpással szépen megnagyobbítjuk a kocsit. Vagyis hát a kocsinak a tetejét. És ezt is befedjük gyapjúval. Na, akkor
Én ilyen autót tudtam csinálni. Így kinézett tényleg, de ha ti tudtok jobbat, akkor azt... Akkor azt építsétek. Na. Most egy kis redstone szerkezet. Nem lesz olyan nagy redstone szerkezet, jó? Semmi különleges nem lesz benne. Nem? Komparátor kell nekem, gyöptyú. Ami kell nekem. Mi is? Kar. Meg vöröskő. Na, először is. És ide leraktok. 3 darab sticky piston, hogy lefelé nézzenek. Aztán pedig felülről bekötitek, de lehozzátok. Azt nem tudom, hogy csináljam meg. Megcsinálom így. És így. Hoppá, azt hittem, hogy ez így működik. Hát pedig nem. Na, akkor más, hogy megoldani a dolgokat. Aha. Oké, megvan. Akkor így fogom befedni. A redstone szerkezet miatt kell. Ennyi kopancolni bele. És elvileg, hogy meghúzom a kart, akkor felhúzza. És igen, nem férünk be. Fúj. Egyel fentebb kell rakni. Így működik. Na, oké. De akkor sajnos idék, ahogy rakjuk. Én már működik. Na, akkor ezt így bevezetjük. Ezt eltakarjuk. Szépen. És akkor minden igaz, hogy megbúzom a kort. Igen. Előleg 2-t fel tudsz húzni. Nem, 2-t nem tudsz felhúzni. Akkor...
De igen, ez feltétlenül. Na akkor. Kész a Stone Sunset. És rajta tovább felé az esőt. Egyébként, hogy tényleg ezt akarjátok, hogy ne lássatok be, ne lássanok be, akkor jöttek a kezetekben sötét, töjj, hogy folytúz, és úgy be meghúzzátok, ezt letakarjátok. És még itt is. Hogyha nem így akarjátok, akkor meg belülről csináljátok meg. Úgy, hogy jó legyen. Így azért ki tudjátok jönni. Na, és akkor így. Így, csáperka. Na. Akkor jelen belülről. Azaz kívülről. De belülről még nincs rendezve. Először is rakunk mind a két oldalra nyírfa ajtót. Aztán megcsináljuk az üléseket. Először a ülés. Nem, egyébként az üléseket nagyon könnyű csinálni. Kettőt. Ideiként akár hát ez egy kombi. Ez egy hétüléses kombi. Vagy mi az hétüléses, nyolcüléses? Na. Vagy hány üléses? 2, 4, 6. 6 üléses. Mivel ugyebár vezetőnek is, vezetőnek úgy be kell vezetnie, fú de nagy szó, vezetőnek kell vezetnie, így fogjatok magatokhoz, hol van hanglövezet, ja itt vannak, fogjatok magatokhoz bármilyen hanglövezet, mondjuk ezt, az egyik üvegre üsítek ki, helyette kerítés, elemkeret, és bele a hanglövez. És igen, ez nekem úgy gyors, így néz ki, de sima Minecraft-ba hanglövezként néz ki. És akkor ez a kormány. Hogyha pedig ablaktörlőt akartok csinálni, akkor elemkeret és bot, kiütök még egyet, leraktok még egy bármilyen kerítést, és így. Ugyebár, hogyha erre elforgatja, akkor valójában elkezdi törölgetni az ablakot. Na. Na egyébként, akkor még a csomagtartóba is bemegyünk. Igen, a csomagtartóba be fogunk menni. Mivel, hogy beférünk, nem fogunk restónozni. Egy kis csak ládákat fogunk rakni, jó? Jogi, nyugodtan. Csak láda.
most már ez is van itt. És amit mondtam, ez nem tud menni. Ez egy helyében áll. Láthatjátok, nem egy szép autó, de én ezt így tudtam csinálni. Na, hát akkor ez a videó ennyi lenne. Ha nektek is tetszik ez a kocsi, akkor nyomtok egy lájkot, iratkozzatok föl. Egy mindenképpen iratkozzatok föl. Csengőt is nyomjátok be. Ha nem nyomjátok be, akkor nem fogja kijelezni az új videókat. Akkor ennyi lett volna mára. Ilyen szép napotok. Az a szép dílon tél utánatok, mert mindig délután fogom felvenni az ilyen videókat. És sziasztok! Na,